Szevasztok, üdvözlet mindenkinek! Jó reggelt kívánok! Bomba, kóla, második rész. Elkezdődött a szeptembernek az iskola. És kezdetét vette a tanulás, az odafigyelés is milyen más. Na most már egyre hidegebb van. Reggel ugye kiviszem a kutyát, akkor azért érződik már, hogy már nem nagyon kell a rövid nadrág, meg a rövid ujjú, de most még így, hogy egy picit kezd jobb idő lenni, még egy picit meleg idő lesz. Szerintem ebben a hónapban még egy kicsit azért kihúzza a nyár. Talán októberben még egy picit talán melegebb lesz, nem biztos, de bízunk benne, hogy egy picit még kihúzza a nyári időjárás. Aztán bekövetkezik a hideg idő, akkor már hosszú ujjút kell húzni, ilyen hosszú nadrágot, és akkor már nem lehet nyári ruhában lenni. Jaj, gyerekek, most így nagyon nem tudok mit mondani. Annyit tudok mondani, hogy már régen volt ilyen bombakóla rész, ezért úgy döntöttem a mai nap folyamán, hogy akkor megcsinálom a második részét. Ezek mindig csak így random jönnek, tehát ezeket mindig így saját magam kitalálom, aztán úgy gondolom, hogy akkor legyen egy ilyen videócím. És hogyha valaki rákattint, akkor úgyis vagy végignézi, vagy nem. Most ezt a kólát, hogyha meginnám, akkor jó lenne, de azért valljuk be őszintén, hogy utána folyton vécézzen kéne. Így közben a madarak énekelgetnek meg minden. Jó itt kis nyugalom van, szeretek én itt elüldögélni. Meg a nyugalom a legfontosabb dolog. És az a legfontosabb, hogy mindig nyugalom legyen, és ne legyen feszültség az emberben, nem kell a felesleges feszültség, meg az egyéb generálása. Sokkal jobb, hogyha nyugodt vagy, higgadt vagy, és úgy éled a mindennapjaidat, hogy laza vagy, és nem idegeskedsz, nem stresszelsz semmi. Bár azért valljuk be őszintén, hogy ez az élet nem egy olyan egyszerű dolog. Jó, iskolába kell járnia az embereknek, kötelességei vannak, és azért történnek egy és más dolgok az életben, tragédiák, mi egymás. Úgy azért átgondolod az egészet, hogy Atya Úristen, tehát hogy történhetnek meg ezek a dolgok, és hogy alakulhat így ez az egész, hogy az úgymondott jó Isten miért nem segített még eddig, vagy hogy miért mondják azt, hogy Isten mindenhol ott van, vagy Isten mindenki segít. Erre nem tudok semmit mondani, nem is akarok belemenni ebbe, mert igazából Isten hívő nem vagyok. Nincs problémám ezzel, hogyha valaki Isten hívő, vagy az Isten szereti. Mindenki azt szeret, amit akar, mindenki úgy éli az életét, ahogy akarja. És mindenki úgy csinálja a napjait, ahogy szeretné. Nekem is vannak nehéz napjaim, de szerintem mindenkinek vannak. Háttérben az autók mennek folyamatosan, amiről nem tehetek, tehát nem állíthatom meg az autókat, hogy most megállj és kész. Ez a nyár számomra sok mindent hozott, sok mindent nem. Mondjuk azt, hogy azt hozta, hogy folyamatosan tényleg újabb és újabb dolgokhoz tudtam úgy hozzányúlni, belekezdeni, és örülök neki, hogy a videózást csinálom. Bevallom őszintén, hogy ez már a részemmé vált, ez a videózás, és örülök neki, hogy videózom, és csinálom ezt a dolgot, mert ebben találom meg a megnyugvást, és itt legalább el tudok mondani dolgokat így magamról, vagy az életről, vagy véleményemet kifejteni, vagy csak úgy egyszerűen beszélni valamiről. Mert ez jó, hogyha az ember így leül és elmondja a dolgokat. Tudom jól, hogy sokan azt mondják, hogy felesleges ez a videó, meg hogy nincs mondani valója. Milyen mondani valóra gondolnak? Miről beszéljünk, amiről hogyha beszélnénk, akkor se lenne érdekes számukra. Tehát, hogy mindig a botrányt kellene csinálni, mindig az, hogy mindig vita legyen, mindig háború, mindig veszekedés, mindig ordítozás. Mindig ez a felesleges egymásnak feszülés kell. Miért nem lehet békében élni? Miért nem lehet elfogadni egymást? Miért nem tudjuk szeretni egymást? Miért pletykálnak? Miért találnak ki sztorikat? És miért próbálják meg mások ötleteit lenyúlva saját sikert
kidolgozni, ami saját sikernek nem vonalám, mert hogyha például most bármilyen jellegű videómat például össze-vissza lagdosnak, ezzel feltöltést azt hiszi, hogy sikerült. Nem baj, mindegy, nem is érdekel a dolog. Mindenki azt csinál, amit akar, felőlem csinálja, amit szeretne. Nem tudok ezzel mit kezdeni. Nagyon sokan vannak ezzel, hogy mások videóit nyúlják le. Na de mindegy, a lényeg az, hogy tényleg a nyugalom és az elfogadás és a szeretet kell, hogy legyen, és a család, aminek fontosnak kell lennie, de ez az élet, ez hoz jót, hoz rosszat, tehát az éremnek kettő, azaz kettő oldala van, és nem tudhatod, hogy melyik érkezik, a jó vagy a rossz. Most ha rossz jön, akkor lehet, hogy jön jó. Ha jön rossz, vagyis ha jön jó, akkor jön a rossz. Tehát, hogy a mérleg 50-50 százalékban ingadozik, és semmiképp nem változik meg. Igen, tudom, hogy szakállam van, de hát most mit csináljak vele, majd megmaradt válkozom. Gyerekek, azért így elgondolkodom azon, hogy mennyi év elmúlott már, és hogy az ember így ennyi idősen mennyi mindent átélt, mennyi mindent átéltem már. Van mit mesélni, úgyhogy majd annak is eljön az ideje, amikor mesélek dolgokat, történeteket. Köszönöm szépen a figyelmet. Találkozunk a következő videóban. Bomba Póla, második rész. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!